a világ egyik leghíresebb sportolója. Versenyeit rajongók milliói követték, figyelemmel szerte a világon, és hazájában, Jamaikában nemzeti hősnek tartják. Azt azonban kevesen tudják, hogy Bolt első részvétel az olimpián fiaskóval végződött. Nézzük csak meg ennek az élsportolónak a figyelemre méltó történetét. Usain Saint Leo Bolt 1980. augusztus 21-én született Sherwood ben ahol testvéreivel nőtt fel. Kiskorától kezdve folyamatosan mozgásban volt, mindig futott és mászott valahová, ahová csak tudott. Gyermekkorában a felesleges energiáit azzal vezette le, hogy krikettezett vagy focizott. A sport így élete szerves részévé vált, sőt, krikettet az első szerelmének tartja. Veleszületett sporttehetsége is hamarosan megnyilvánult. Már 12 éves korában ő lett a leggyorsabb általános iskolai futó 100 méteres sprintben. A középiskolában továbbra is krikettezett edzője, Dwight Barnett hamar észrevette Usain futó potenciáját és sürgette, hogy csatlakozzon az atletikai csapathoz. Így volt a korábbi olimpikon Pablo McNeil edző szárnyai alatt találta magát. Usain sportkarrierje kezdetén a figyelmét elsősorban a 200 méteres printekre szentelte. Fokozatosan fejlődött ezen a távon és gyakran szerzett érmet a versenyeken. Az első nagy siker a nemzetközi szinten nem váratott magára sokáig. Még csak 15 éves volt, amikor 2002-ben a 200 méteres versenyen megnyerte a junior világbajnokságot is. Sikerült legyőznie az akár négy évvel idősebb ellenfeleit is, és a junior világbajnoki cím minden idők legfiatalabb birtokosa lett. Egy másik fontos mérföldkő számára 2004 volt. Usain futó futókarrierében számos fontos esemény történt. Először is sikerült kevesebb, mint 20 másodperc alatt a 200 méteres távot, aminek köszönhetően ő lett az első junior futó, aki meghódította ezt a mérföldkövet. Még a meglehetősen találó Lightning Bolt becenevet is kiérdemelte a teljesítményért, amely egész pályafutása során megmaradt. Bolt 2021. júniusáig tartotta a junior rekordot, ekkor döntötte meg egy 17 éves amerikai sprinter, Arion Knighton. Ugyanebben az évben vált Usain Bolt profivá az új edzője Fritz Coleman vezetésével, és mindössze 17 éves korában sikerült kijutnia az aténi olimpiára. Lábsérülése miatt azonban nem sikerült részt vennie a futamokon, amely elég lett volna a döntőhöz. Röviddel Athénból való visszatérése után a jamaikai atlétikai csapat akkori edzője, Grant Mills kezdte meg volt Bolt edzését. Továbbra is elsősorban 200 és 400 méteres edzésekre összpontosított. Bolt azonban mindig is a legrövidebb sprintben a 100 méteren szerzettett volna versenyezni a többi sprinterrel. Edzője Mész megpróbálta lebeszélni erről a lassabb indulása miatt, de Bolt hajthatatlan volt, így az edző alkut kötött vele. Ha Juszeinnek 2007-ben sikerül az országos rekordot felállítani a 200 méteres versenyen, akkor megpróbálja a 100 méteres távot is. A motivált Boltnak sikerült megdönteni a 36 éves jamaikai rekordot. Mész rögtön a verseny után megkérdezte, szóval mikor is lesz a 100 méteres? Bolt remekelt a rövidebb sprintben, és azonnal felvette a versenyt a legjobbakkal. 2008-ban New Yorkban hihetetlen rövid idő alatt 9,72 század másodperc alatt futotta a 100 métert. Legyőzte az akkori sprinter sztár Tyson Gate, és ő lett az új világcsúcsstartó ebben a számban. A 2008-as év fordulópont volt a nyomaikai sztár számára. Ekkor vártak rá a legnagyobb kívások, mivel hamarosan short került a Pekingi olimpiára. Boltnak így hatalmas lehetősége volt megmutatni az egész világnak, mire rejtőzik benne. Ez sikerült rögtön az első rajtnál, amikor a 100 méteres versenyen aranyérmet nyert. Aztán megnyerte a 200 métert is, és az aranysorozat a jamaikai 4 x méteres váltócsapat kollektív győzelmével fejezte be. Ugyanakkor mindhárom megnyert futamon új világrekord is született. A pekingi sikernek köszönhetően Usain volt világszínvonalú sportstár lett. Miután visszatért az olimpiáról, továbbra is keményen edzett. 2009-ben új világcsúcsot állított fel Berlinben, amikor a 100 métert 9,58 százados idővel futotta. Ez azt jelenti, hogy boltsebessége ezen a versenyen 10 méter per másodperc felett volt. Így 37 km per óra átlagsebességet tartott fent, és a leggyorsabb szakaszon megközelítette a 44 km per órás sebességet is. Figyelembe véve, hogy álló helyzetből indult, ez figyelemre méltó gyorsulás 100 méteren. Még néhány nagy állatot, például a barna medvét is képes felülmúlni a maximális sebességével, ami néha azért hasznos lehet az életben. Három éve később, 2012-ben volt a harmadik olimpiájára készült, amely ezúttal Londonban került megrendezésre. Usain egyértelmű cél tűzött ki erre az alkalomra, megvédeni a pekingi győzelmeket. Valójában sikerült is neki. 100 méteren aranyat nyert, és ezzel egyidejűleg 6 század másodperce javította a pekingi idejét. A 200 méteres futam győzelmét sem hagyta másra. Így ő lett az első sprinter, aki mindkét sorozatban megvédte a címeket két egymást követő olimpián. A jamaikai váltó többi tagjával együtt a 400-100 méteres váltóverseny győzelmét is sikerült megvédenie. Sőt, ez a győzelem azért sem hétköznapi, mivel a jamaikaiaknak sikerült új virágrekordot is felállítaniuk. A következő olimpiára 2016-ban Rióban került sor. Bolt még ebből az olimpiából sem tért vissza üres kézzel Jamaikára. Ismét sikerült megvédeni a címét mind a három távon, és a 100 és a 200, sőt a 400 méteres váltóból is aranyat szerzett így három sprint nyert három egymást követő olimpián, amelyet három tripla triplának hívnak. Azonban 2017-ben elvették tőle az egyik olimpiai aranyát, amelyet 2008-as váltóversenyen szerzett. Ezt azért történt, mert dopingtesztelésre került sor, és a csapatársa Kárter mintája tiltott anyagokat tartalmazott. Ettől a pillanattól kezdve volt már nem büszkélkedhetett a legendás tripla tripla megnyerésével. Ennek ellenére továbbra is történelmileg a legsikeresebb Olimpikonak közé tartozik, aki teljesen fenomenális teljesítményt nyújtott. 2017-ben Bolt befejezte a hivatásos sprinter pályafutását. Úgy érezte, minden célját elérte és elvesztette a motivációt a versenyzés folytatásához. Ezonban Ez nem jelentette teljes távozását a sportvilágából. Ekkor teljesen új cél tűzött ki maga elé. Hivatásos labdarúgóvá szeretett volna válni. Futócipőjét futballcipőre cserélte és felvette a Central Coast Mariners az Ausztrál futballklub mezét. Párbarátságos mérkőzést játszott, két gólt szerzett, de hamar rájött, hogy valószínűleg nem ő lesz az új messzi. 2019-ben befejezte a futballpályafutását, és ma már csak szórakozásból, valamint a fit formája megőrzésének céljából sportol. Lehet, hogy kíváncsiak vagytok, hogy mi rejtőzik a karizmatikus sprinter hatalmas sikerei mögött. A fizikai erőfeltételek, a kemény edzési módszerek, a tápláló jamaikai étrend vagy a mentális állóképesség? Valószínűleg minden együtt. Usain 195 cm magas nőtt. Ez nem ideális magasság a sprinterek számára, mivel a magas alakjuk megnehezíti a gyors rajtot. Amikor azonban teljesen kiegyenesedik, óriási előnye van az ellenfeleivel szemben. Futás közben a hosszú lábait kihasználva általában mindössze 41 lépés elég neki, hogy megtegye a 100 méteres távolságot. Ez 3-4 lépéssel kevesebb, mint amennyire a riválisainak szüksége van. A nagyszerű testfelépítés azonban nem lenne elég ahhoz, hogy Usain világbajnoki címet nyerjen. Pályafutása során keményen akár heti hat napban két fázisban is edzett. Délöt jelenzően edzőteremben volt, ahol a törzsizmaira, a robbanékonyságra és az alsó test erre összpontosított. Például guggolást, felhúzást, fekvőtámaszt, ládaugrás vagy fekvényomást és egyéb összetett erősítő gyakorlatokat végzett. A délutáni szakasz a pályán folyó intenzív edzésből állt. Az edző segített javítani a technikáján, hogy gyorsabban kezdjen és fent tudja tartani a maximális sebességet. Több órás kemény edzés után a pihenésre is fordított időt. Hussein különösen rendkívül fontosnak tartotta az alvást. Annak érdekében, hogy teret adjon a testének a regenerálódáshoz, próbált legalább napi 8-10 órát is aludni. Masszázsra is járt, és jeges fürdőket is vett. Szabad gyakran a barátaival töltött, és videójátékokat játszottak. Profi pályafutása során volt, nem tartott különleges étrendet. Az ételt a személyes szakácsa készítette el neki. Étrendjében könnyen emészthető szénhidratokban dús ételek domináltak, például rizs, burgonya, tészta vagy gyümölcs. Tojással és hallal, vagy esetleg csirkével egészítette ki őket. A nap folyamán főleg magas szénhidrát tartalmú ételeket evett az edzések között, ami nem terhelte az emésztőrendszerét, és teljes mértékben a sport teljesítményre tudott koncentrálni. Este nagyobb adag komplex ételeket fogyasztott, amelyek fehérjét és zöldségeket tartalmaztak. Szerette a gyors ételeket, de edzés idején megpróbálta elkerülni a zsíros ételeket. De ez nem sikerült neki a pekingi olimpián, ahol egy jól ismert gyorsétteremlánc csirkefalatjain élt. Egyes források azt állítják, hogy akár százat is képes volt megenni naponta. Reggelire, ebédre és vacsorára is ezt fogyasztotta. Bolt azzal védte az egészségtelen étrendjét, hogy nem ismerte a kínai konyhát, és a csirkefalatok voltak azok az egyetlen menüpontban, amiről tudta, hogy nem okoz neki emésztési problémákat. A sült csirkedarabok biztos, hogy nem tartoznak a profi sportolók ideális étrendjébe, szerencsére azonban rövid távon fogyasztott rossz minőségű étel nem tükröződött Usain sport teljesítményen. Bolt sikerének kulcsa rendíthetetlen mentalitása is volt. Mindig magas volt az önbizalma és kiskorától a legjobb akart lenni. Ugyanakkor azonban megtanult veszíteni, mert tudta, hogy ez a sport része. Keményen dolgozott a célja elérésén. Még azokon a napokon is, amikor nem volt kedve edzeni, tudta, hogy folytatnia kell, hogy bajnokká válhasson. Pályafutása során arra törekedett, hogy az emberek emlékezzenek rá, és olyan legendává váljon, mint Muhammad Ali. Nem csak hihetetlen teljesítményére emlékeznek az emberek, hanem showman természetére is. Ünnepi táncai, pózai és gesztusai az egész világot szórakoztatták. Az egyébként komoly sprinterek mellett lazának tűnt, és azt mutatta, hogy élvezi a versenyzést és a figyelmet. Ez vonzotta azokat az embereket is, akik egyébként nem néznek sportot. Mi jut először eszetekbe, amikor meghalljátok Usain Bolt nevét? A hihetetlen gyorsasága, a magabiztossága vagy a győztes póz, amely a sikerei tünnepelte? Osszátok meg velünk a véleményeteket kommentben. Szeretettel várlak benneteket a Fitness Facts következő epizódjában is. Sziasztok!